Hamarosan ismét fontos állomásához érkezik az Y-híd beruházás. A Vörösmarty és a Király utcák kereszteződésében, a jelenleg működő jelzőlámpás csomópont helyén egy új háromsávos jelzőlámpával szabályozott turbórendszerű körforgalmat kezdenek kiépíteni. A látványos munkavégzés novemberben kezdődik, de a közmű kiváltás már szeptember második felében elindul. Annak érdekében, hogy a tömegközlekedést használó miskolciak minél hamarabb megszokják a változást, szeptember 1-től két autóbusz útvonalát és menetrendjét is módosította az MVK. A társaság autóbusz közlekedési igazgatója elmondta, a 3-as és 24-es buszok esetében legalább egy évig nem áll vissza a régi rend. Jelenleg a Vörösmarty és a Király utcák kereszteződésében jelzőlámpás rendszer szerint működik a közlekedés. Az Y-híd beruházás ezt a területet is érinti. A tervek szerint a kereszteződés helyén egy háromsávos jelzőlámpával szabályozott turbókörforgalmat építenek majd ki. Szeptember második felében a közmű kiváltási munkákkal kezdődik a kivitelezés. Ez a folyamat még nem lesz feltűnő. A beruházás látványos szakasza novemberben indul. Ennek ellenére az MVK ZRT már szeptember 1-től módosította a 24-es és a 3-as buszmenet rendjét. Elvileg a Selyemréten közlekedett. Igen. A Selyemrét után elkanyarodott balra a Vörösmarty felé. Ott volt ugye egy megállója, illetve volt a Színva Park előtt, ahol a csatlakozás biztosította. Tehát tulajdonképpen két megállója maradt ki, de elvileg ugye az a két megálló az majdnem, hogy pótolva van, mert megáll a Bajcsy-Zsilinszkin, illetve utána megállunk ugye azt a Színva Parki csatlakozás helyett, megállunk a vásárcsarnok oldalába a 3-ással. Az intézkedés logikus az autóbusz közlekedési igazgató szerint, hiszen így a változást mindenkinek van ideje megszokni. Az átalakítás ezen felül sok utas régi vágyát is valóra váltotta. Nagyon régi vágy is volt, mert utasjelzések azért érkeztek arra vonatkozóan, hogy a Tiszai pályaudvarról a Bos vagy akár a megyei kórház irányába nincs közvetlen eljutási lehetőség. Ez a járat viszont ezt is biztosítja pluszba most. A változás hosszú ideig, legalább egy évig így marad, tette hozzá Lukács Zsolt. A NIV ZRT szóvivője elmondta, a Vörösmarty, a Király és a Soltész Nagy Kálmán utca közötti szakaszon már szeptember második felétől kell számítani forgalomkorlátozásra. Olyan mértékben, ahogy azt a munkák indokoltá teszik. Jelen pillanatban még nem tudom megmondani azt, hogy hogyan fog kinézni az ideiglenes forgalomkorlátozás, mert ezeknek a terveknek az elkészítése és az engedélyeztetése folyamatban van. Kis Boglárka hozzátette, a közműkiváltásokkal egy időben a Vörösmarty utca érintett szakaszán az északi oldalon az új forgalmi sávok kialakítása is elkezdődik majd. Az úttestet egy 570 méteres szakaszon bővítik 2x2 sávosra. A több sávos körforgalom pedig több ütemben várhatóan 2022 őszére készül majd el.